Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója, először mutatjuk legfontosabb híreinket röviden. Aki készült, az nem izgult, történelemmel folytatódott szerdán az érettségi, a diákok és a tanárok szerint nem volt nehéz az idei feladatsor. Aranyszínű sárgaság, növényvédelmi zárlat van érvényben több Kanizsa környéki szőlőhegyen, a figyelmeztető táblákkal már a hegykapukban lehet találkozni. Itt az eper szezon, egyre többen keresik a szezonális gyümölcsöt, amelynek ára hétről hétre csökken. A kereszténység születéséről, az iszlámról, a kapitalista gazdaságról és a Rákóczi szabadságharcról is kérdezték ma a diákokat a történelem érettségén. A középszintű vizsga teljesítésére 180 percet kaptak a diákok, a szaktanárok és a tanulók véleménye szerint nem volt nehéz az idei feladatsor. Igazából már hónapokkal előtte ugye elkezdtem készülni, hogy próbáltam ugye jól beosztani az időmet. Hát izgulni, hát nem izgulok egyáltalán szerencsére, de majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Nagyon jó munkát kívánok! Nem volt nehéz. Igazából pontosan nehezebbre számítottam ennél, és kifejezetten örültem az esszély témájának, ami végül is a nyilasokról szólt, és 1944-től az uralmukról. És erre nagyon jól fel voltam készülve, pont ma reggel néztem át, szóval pont szerencsésen jött. Iskola vezetőként azt észleltem tegnap és tegnap előtt és ma is, hogy gyerekeink, diákjaink a vége előtt már kijöttek. Ez valami olyasmit jelent, hogy nem volt oly nehéz. Ez a történelemnél érezhető volt a leginkább, úgyhogy azt gondolom, néhányakkal szót is ejtve, hogy a történelem érettségi nem véletlenül népszerű, mert ebből csinálnak talán legtöbbet emelt szinten. Növényvédelmi zárlat van érvényben több Kanizsa környéki szőlőhegyen. A figyelmeztető táblával már a hegykapukban lehet találkozni, ám sokan nem értik a zárlatot, miért rendelték el, s a hatóság mire hívja fel a figyelmet. Híradónk Förhénci Horváth Gyulát, a környék egyik legelismertebb szakemberét kereste fel, aki kérdésünkre elmondta, a szőlő aranyszínű sárgaságára utaló jelek ma már nem csak Dél-Európában, hanem az egész Kárpát-medencében megtalálhatóak. Ez egy karanténbetegség, melyhez nincs fogható. A betegség ellen nincsen növényvédelmi megoldás. A fertőzés továbbvitelét tudjuk gátolni, hiszen egy amerikai szőlőkabóca nevű károsító az, amelyik a vektora ennek a betegségnek, és tovább viszi egyik fertőzött szőlőtőkéről a másikra. De sajnálatos módon nem csak szőlőtőkén, hanem az erdei iszalagon is megtalálták ezt, és még más köztes növényeken is megtalálták ezt a károsítót. De hát nem elég csak gondos szőlősgazdának lenni, és aztán megoldjuk ezt a problémát. A legnagyobb gond az, hogy az összes figyelmeztetés között felszólíthatók azok a nem szakszerűen gazdálkodó ültetvény tulajdonosok, akik mondjuk meg őszintén évtizedek óta elhanyagolták az ültetvényeiket, és ott vannak a fertőzési gócok. Elkezdődött az eper szezon. A fóliasátrakban nevelt magyar eper már megtalálható a zöldségesek polcain, és a piacon is megvásárolható. A kereskedők elmondása szerint egyre többen keresik a szezonális gyümölcsöt, amelynek ára hétről hétre csökken. Ez még fóliás eper, és természetesen magyar eper. Külföldi epret is árultunk, de hát a magyar eper sokkal ízletesebb, a kedves vásárlók is jobban szeretik, és igyekszünk a környékről beszerezni, hogy a környékbeli Nagykanizsa és környékén lévő úgymond gazdálkodókat támogassuk, amit lehet, minden tonnit szerez be az üzletünk. Többek között az epret is. Tavaly is már tőlük jött az eper, nagyon finom, ízletes és iharos berényi epret forgalmazunk.
Pénteken lehet feliratkozni a hagyományos virágosztásra. A már több mint egy évtizedes kezdeményezéssel a Polgári Kanizsáért Alapítvány azokat a szorgalmas kanizsaiakat segíti, akik fáradtságot, öntöző vizet nem kímélve szebbé varázsolják a keleti városrészben a tömbházak előtti közterületet. Az alapítvány támogatóinak köszönhetően évről évre jó minőségi palántákat tud biztosítani az akcióhoz csatlakozóknak. Jelentkezni pénteken 15 és 17 óra között lehet a Hevesi ABC előtt. Az idei április olyan rekkenő hőséget hozott, hogy a fóliában, ahol ezeket a egynyári virágpalántákat termesztette a kertész, 50-60 fok is volt, és valósággal felüdültek ezek a virágok, amikor végre kiszabadultak a fóliából és szabad földbe kerültek, hiszen a múlt héten volt egy előszállítás, amikor a régi motorosokat, hogy úgy mondjam, jártam körbe, és ők ültették el. Azonban hagyományosan, rendesen feliratkozással is lehet hozzájutni ezekhez az egynyári virágpalántákhoz. A feliratkozás most, pénteken, 11-én, május 11-én, 15 és 17 óra között lesz itt a Hevesi ABC előtt. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Ifjú tehetség, Fityeházon nyílt meg első kiállítása Rákos Nórának. Óvis duatlon, az egészséges életmód hangsúlyozása mellett a példamutatás is fontos a szülők-gyerekek közös programján. Élménnyel teli ízek Zalakaroson, több mint 100 vadétellel neveztek a receptversenyre. A különleges ételeket előzsűrizték, a két kategória 10-10 legjobbja került be a döntőbe. Két idős pedagógust köszöntöttek ma délelőtt a HSMK-ban. Horváth Jánosné nyugalmazott pedagógust, helytörténészt, az Együtt Kanizsáért Egyesület elnökét, közelgő 70. Paulik Dezsőné nyugalmazott óvodavezetőt, megyei óvodai felügyelőt, kiváló óvodapedagógust pedig 75. születésnapja alkalmában. Az ünnepelteknek a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke és alelnöke virággal és könyvajándékkal kedveskedett. Egy 11 éves ifjú tehetségnek nyílt kiállítása tegnap Fityeházon. A Murakeresztúli Általános Iskola 5. osztályos tanulója Rákos Nóra első önálló tárlatán eddig megszületett alkotásait mutatja be a nagy közönségnek. Az összes technikát megtanultam tőle, az akvarelt, az akrilt, a pasztelt. Hát már csak az olajfestést kell elsajátítanom tőle, és ezt nagyon várom. Egy művész kizárólag saját ütletési munkának áll neki, Nóri is így volt ezzel mindig, ezért azzal hálája, mely nekünk lesz a szabadságot, hogy ilyen csodálkozom. Hogy szülők és gyerekek közösen küzdöttek ma mindenki sportpályáján. A Hevesi óvoda folytatva a hagyományt idén is megszervezte a nagycsoportosok óvis duatlonát. Büszke vagyok az óvodára, az egészre, hogy a felhívásunkra évek óta ilyen buzgón és lelkiismeretesen megjelennek és együtt vagyunk. És a legnagyobb megelégedés, hogy semmilyen baleset, semmilyen atrocitás nem volt, tehát a gyerekek érzik az együtt mozgás örömét, az együtt versengés örömét. A versenyszellem, a versengés, a csapatokban való együttműködés, ennek is szép példáját láttuk. A gyerekeket külön szeretném kiemelni és megdicsérni, mert amit a tagovoda vezetőasszony elmondott, hogy biztonságosan megtenni a távot, és mindenki győztes, ezt ők jól megértették.
Holnap délután 5 óráig lehet jelentkezni az 5. országos szenior egyéni rapid sakkbajnokság kanizsai elődöntőjére. A megmérettetésre 60 év feletti nagykanizsaiak nevezhetnek. A bajnokságot a hagyományokhoz híven 7-fordulós svájci rendszerben 2x20 perces játékidővel rendezik meg május 12-én szombaton a Bagonyai Attila sakklubban. A verseny első 3 helyezettje értékes nyereményeket kap, valamint továbbjut az országos döntőre, amit szeptember közepén Nagykanizsán rendeznek. Több mint 100 vadétellel neveztek a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Receptversenyére. Az élménnyel teli ízek Zalakaroson elnevezésű gasztroprogramra 2 kategóriában várták a jelentkezőket. A különleges ételeket előzsűrizték, a legjobb 10-10 került be a döntőbe. Az ínyentségeket tegnap szakmai zsűri bírálta. A végén egy pont számot adjunk a központra. Klasszik kategóriában, ahol inkább a tradicionális zalai mesterektől és a nagyszülőktől ellesett ételeket, recepteket vártuk, illetve egy felütéssel kerestük az ország első white food ételét, ahol viszont nem volt területi megkötés, az ország bármely területéről érkezhettek receptek, és most a klasszik kategóriának a 10 döntését fogjuk a zsűritársaimmal megkóstolni, és ezek közül választjuk ki Zalakaros kedvenc ételét. Meglepő módon nagyon sok kreatív recept érkezett, sokkal több, mint tavaly. Megvalósítható, mind megvalósítható, sőt, nagyon szép és elegáns ételeket lehet belőle kihozni. Az én kollégáim, akik most elkészítették ezeket az ételeket, meg is tálalják a mi elképzeléseink szerint. Híradónk végén mutatjuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Aki készült, az nem izgult. Történelemmel folytatódott szerdán az érettségi. A diákok és a tanárok szerint nem volt nehéz az idei feladatsor. Aranyszínű sárgaság. Növényvédelmi zárlat van érvényben több kanizsa környéki szőlőhegyen. A figyelmeztető táblákkal már a hegykapukban lehet találkozni. Itt az eper szezon, egyre többen keresik a szezonális gyümölcsöt, amelynek ára hétről hétre csökken. A Kanizsa Televízió híradóját látták, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!